tanultam, hogyan építsek fel egy kollekciót, nagyon sok szakmai tanácsot, segítséget kaptam, megtanultuk, hogyan kell felépíteni egy kampányt például. Nekem nagyon pozitív volt, nagyon sok mindent kipróbálhattam itt, illetve az egyik kedvencem az az volt, hogy nem csak a divat területen, tehát hogy a textil területébe is belekóstolhattunk, és ezt egybeépíthettük például a diploma kollekciómba. A műhelyünkben mindenképpen szeretem, hogy jól felszerelt és korszerű gépekkel dolgozhatunk. Az én szakom erősségének leginkább az egymást való motivációnak tartom, hogy folyamatosan kommunikáljuk, hogy hogyan tudnánk jobbak és jobbak lenni, akár kritikával, akár bíztatással. A műhely használatot tudnám talán legjobban kiemelni, nagyon sok lehetőségünk van, szinte majd, hogy nem bármikor be tudunk menni és dolgozni tudunk. Szóval nem vagyunk lekorlátozva. Bizonyos időkre saját magunknak tudjuk beosztani azt, hogy mikor dolgozunk. A felvételin elsősorban egy beállítással fognak találkozni a felvételizők. Ezt azt gondolom, hogy érdemes előtte gyakorolni, akár külön tanárnál, akár az egyetem keretein belül egy felkészítő képzésen. Nagyban megkönnyíti a felvételt, illetve már akkor nagyon jó közösségbe lehet kerülni. Az alapszakos felvételizőknek azt ajánlom, hogy minél több mindent nézzenek utána, minél jobban a szakterületnek, ami érdekli őket, és a portfóliójukat úgy alakítsák ki. Hogyha aki a divatra szeretne szakosodni, az minél több divatanyagot, illusztrációt készítsen. És hát igazából a kitartást. Meg kell keresni mindig azt, ami neked szívügyed tud lenni, és te tudod folytatni. És akkor utána ez alapján indul a maga tervezés, hogy ami téged inspirál, azt hogy tudod papírra, majd aztán papírból ruhává alakítani.